Jelen pillanatban ott tartunk, hogy megismerkedtünk a hardware-rel, de mielőtt hozzáfognánk az igazi probléma megoldáshoz és a projektekhez, azelőtt sajátítsuk el, ismételjük át a szövegszerkesztés rejtelmeiből az alapokat, hiszen nekünk nem csak egyszerűen meg kell oldanunk problémákat, hanem azokat dokumentálnunk is kell. A dokumentációra pedig a prezentáció, illetve a szövegszerkesztés ad majd lehetőséget, illetve én abban fogom kérni egyelőre a megoldásaidat. Na nézzük meg az első feladatot közösen. Mikrobit, amit a hardware-ről elmondtam, azt le is írtam. A Mikrobit TXT-t és a Mikrobit PNG-t le kell töltened, akár innen, akár innen. Minden esetre jobb egérgomba a linkmentésen másként. És azt mondjuk, hogy a dokumentumok mappában készíts magadnak egy saját könyvtárat, DigitKult, vagy bármilyen névem, és ide egyszerűen menj le a TXT állományt, illetve menj le a PNG állományt is. Hiszen ez a két dolog az, amire szükségünk lesz a feladat megoldásához. Maga a feladat leírása, és mindig olvasd el, hogy mit írtam neked, hiszen ez fogja tartalmazni azt, hogy mi is igazából a feladatod, mit kell megoldanod, és mit kell a végén feltöltened. Tehát Mikrobit feladat PDF állományt kell még megnyitnunk. Ebben a feladat leírását látod, valamint a mintát, hogy én ezt hogyan szeretném, ha kinézne. A szerkesztés lépéseit azért kell megtanulnod, mert a feladatokban nem csak a projektek megoldását, a leleményességet, illetve a probléma megoldó képességedet fogom értékelni, hanem bizony értékelni fogom a leadott dokumentumok minőségét is. Amihez viszont pontosan a Digitális Kultúra Tantárgy követelményeivel fogunk igazodni, illetve ahhoz fognak igazodni az én követelményeim is. Tehát a Mikrobit programozható lapka, erről már beszéltünk. Rendelkezésünkre áll egy UTF-8-as kódolású állomány, Mikrobit TXT, ott benne maradt egy 1-es, illetve a Mikrobit PNG. Azt mondja, hogy hozza létre a szövegszerkesztő program segítségével a Mikrobit nevezetű dokumentumot a program alapértelmezett formátumában, ennek a Mikrobit TXT-nek a felhasználásával. Tehát indítsunk el egy Word. Ha nincs meg, beírod alulra, és már indulhat is, és itt van a Word üres dokumentuma. Ebbe a dokumentumba kell a már letöltött TXT állományt megnyitni. Nézzük meg, hova is nyitottuk meg. Itt van a dokumentumok mappában, készítettünk neki egy DigitKult könyvtárat, és itt a kép, és itt a TXT állomány. Egy dupla kattintással megnyitom, nyomok egy Ctrl-A-t, magyarul kijelölöm az egészet, Ctrl-C, már be is zárhatom, hiszen a vágólapon van az operatív memóriában a szöveg, és a kurzor, ahol villog, beillesztem. Na most. Ha te most nyitottad meg először a Word-ot, nem biztos, hogy látod például az Enter karaktert. Ezt úgy tudod megtekinteni, hogyha bekapcsolod itt a kezdőlapon a minden látszik gombot. Tehát mindig úgy szerkesztünk, hogy ezt látni szeretnénk, hiszen látni szeretnénk, hol ütöttünk szóközt, Enter, tabulátor, tehát a vezérlő karaktereket. Nagyon fontos lehet a vonalzó, tehát fogod és a nézetmenüben bekapcsolod a vonalzót. Így né? A kezdőlap a legfontosabb eszközöket tartalmazza ikonok formájával, amivel dolgunk lesz. Nézzük, mit is kell csinálni. Mikrobit TXT felhasználásával Mikrobit nevezetű alapértelmezett formátumú dokumentumot. Tehát, mielőtt bármit tennénk, File, mentés másként, és ha már van egy ilyen könyvtárunk, tallózzuk be, tehát dokumentumok, DigitKult, és nem a felajánlottat, hanem azt, hogy Mikrobit. Ezen a néven menjük el. Nem feltétlenül kell a docx kiterjesztést használni, mert ő mindenféleképpen e szerint a fájtípus szerint fogja menteni, tehát hozzá fogja tenni a fájkiterjesztést
az állomány nevéhez. Sokféle más formátumban is mentheted, amíg szerkeszted, addig biztosan DocX-re lesz szükséged. Mentés. Először mindig a lap formátumát ellenőrizzük le és állítjuk be. Az A4-es méret alapértelmezett. Azonban a bal és jobb oldali margó beállítását azt általában mindig kérem, hogy megtanuljuk használni. Bal jobb oldali margó 2 cm, alsó felső 3 cm. Hol találod? Az elrendezés menüpontban, az oldalbeállítás címszó alatt. Itt látod, hogy a papír méreted A4-es, a margókat pedig az alsó felsőt 3 cm-re állítod. Nézd, kijelöltem, lecserélem, nyomok egy 3-ast, majd a tabulátor billentyűvel tovább menve megint nyomok egy 3-ast, tabulátor 2, tabulátor 2. Sokkal gyorsabb, mint a lista értéknövelőket nyomogatni, vagy pedig próbálkozni a kicserélésével ezeknek a számoknak. Látod, a centiméter sem kell, hiszen ő neki ez az alapértelmezett mértékegysége. Oké. A dokumentum szövegét formázza meg az alábbiak szerint. Ahol a feladat nem kér mást, a karakterek Times New Roman és 12 pontos betűméretűek legyenek. Ilyenkor a legegyszerűbb, ha nyomsz egy Ctrl-A-t, visszamész a kezdőlapra, majd a betűtípust beállítod. Times. Nyomtam egy T betűt, már is a Times jött elő. És a betűméret pedig 12-es. Kiválasztom a listából, ha beírom. Ha beírom, akkor mindenféleképpen Entert kell ütnöm a végére. Változtattam a dokumentumon, tehát nyomok egy Ctrl-S-t. A dokumentumban a sor köz legyen egyszeres, és a bekezdések között, ahol a feladat más nem ír elő, ne legyen térköz. Valamint sor kizárt igazításúak legyenek, a címek, képaláírás és felsorolások kivételével minden. Az előbb betűtípust állítottunk, ez karakterformázás. Ki kellett jelölnünk hozzá azokat a karaktereket, amelyekről szó van, amelyeknek a tulajdonságát meg akarjuk változtatni. Ilyen betűtípus változtatások a betűtípuson kívül a betűstílus, a betűméret, de a betűszín, az aláhúzás és még sok egyéb lehetőség, például speciális effektus változás esetén ezeket a dolgokat így kell megoldanod. Mindenféleképpen jelölnöd kell. Azonban, hogyha bekezdés formázásról van szó, hiszen itt a feladat azt kéri, hogy a dokumentumban a sor köz legyen egyszeres, és a bekezdések között a feladat más nem ír, ne legyen térköz. Tehát az összes bekezdésre nézve kell ezt megmenteni. Ezért van kijelölve. Tehát itt gyakorlatilag most azért van kijelölve, nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert több bekezdésre akarom ugyanezt a formázást megadni. A bekezdés formázásához a bekezdés panelt vettem elő. A bekezdés panelen tehát az igazítást, a behúzást, az első sor behúzást, illetve a térközöket tudom állítani, valamint a sor közt. A térközök azt kérte, ne legyen, tehát nulla pont. A sor köz legyen egyszeres, vagyis szimpla. Ezt minden bekezdésre be kellett állítani. Azonban a következő formázást, mely szerint a címek, képaláírás és felsorolások szövege kivételével a bekezdések sor kizárt igazításúak legyenek, ezt már a mintán tudod megnézni. És látod, az egész egy nagy felsorolás, ez az egy bekezdés az, amelyiken látszik, hogy sor kizárt, mind a két oldal egyben van, első sor behúzással rendelkezik. Oké? Tehát megszüntetem a kijelölést, beleállok ebbe a bekezdésbe, és azt mondom, hogy a bekezdés típusa legyen sorkizárt. Ez a sorkizárt típus. Nézd csak! Bekezdés, sorkizárt. Ez a bekezdés balra igazított. Balra zárt. Tehát, a feladat leírása szerint most ezek sorkizárt bekezdés. A bekezdések elsősora a címek, képek, felsorolások szövege kivételével 0,7 cm-rel kezdődjék bejebb. Az elsősora. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a bekezdésben is ez az egyetlen ilyen bekezdés,
az első sort, megint megnyitottam a panelt, speciális, nem függő, első sor, és a mértéke 0,7 cm. 0 vesző 7. Oké. Így állítottam be. Itt is beállítottam volna, de kíváncsi vagyok, ki az, akit 0,7 cm tud a vonalzó létrehozni. Megint sokat dolgoztam, Ctrl-S, megismerkedtünk tehát a betűtípus és a bekezdés panel összes lehetőségével, illetve remélem ezt csak átismételtük. A teljes dokumentumban alkalmazzon elválasztást. Az elrendezés panelen itt az elválasztás menüpont, és egyszerűen csak be kell pipálnunk azt, hogy automatikus. A címeket formázza meg az alábbiak szerint. A dokumentum címe legyen középre igazított 20 pontos betűméretű, félkövér, előtte 0, utána tér, 24 pontos térköz. Egyetlen feladatban nagyon sok formázás. Az egyike betűtípus formázás, betűméret, félkövér stílus, a másik pedig bekezdés formázás, középre igazított térköz előtte, utána. Tehát róla van szó. Ahhoz, hogy bekezdés stílust állítsunk, ahhoz nem kell kijelölnöm. Elég, ha benne állok a bekezdésben. Mit kért? Középre igazított, de a térközt itt nem tudom állítani, tehát előtte 0, utána 24. Azért kattintok itt most, mert nagyon kevés kattintással rögtön a 24-hez jutottam, hiszen hatosával növekszik. Voilà. A betű méret állításához és a félkövérséghez viszont már ki kell jelölnöm. Tehát 20-as betű méret és félkövér betű stílus. Félkövér, nem vastag. Ctrl-S. A három másodrendű cím legyen 16 pontos félkövér, és 18 pont előttük, utánuk 6 pont. Melyik az? Megnézed a mintát. Leírás, hardware eszközök. És ennyi. Tehát ez a kettő az, amelyik alcímnek minősül. A leírás tehát ilyen. Jelöljük ki. Nézd csak, hol van a kurzor. Itt kattintok egyet, a margón, a leírással egy vonalba, és kijelölte ezt a címet. Azt kérte, hogy legyen 16 pontos betűméretű, és legyen félkövér. Ezek voltak a karakterformázások. Nem feltétlenül kell megszüntetned a kijelölést, de jobb, ha gyakorolsz és megszokod. És azt mondta, hogy előtte legyen 18 pontos térköz, utána pedig 6. Az igazításáról nem mondott semmit, maradt balra zárt. Itt van egy beállított formázás. 4 különböző formázást állítottunk be. Jelöljük ki, és kattintsunk a formátummásolóra. Most jelen pillanatban elég egyet kattintanunk, hiszen ezt a formátumot csak erre a hardware eszközökre szeretném érvényesíteni. Megint nem érdemes integetni az egérrel. Elegendő vele egy vonalban a margón kattintani, és a sort ki fogja jelölni, és megkapja az összes formázását. Ha duplán kattintasz a formátummásolóra, többször is alkalmazhatod ugyanezt a formázást. Megint sokat dolgoztunk. Ctrl-S. A hardware eszközök cím alatti szöveget alakítsa több szintű felsorolásá, és állítsa be a szinteket a következő leírásnak megfelelően. Ő az. És mivel felsorolás, ki kell jelölnünk az egészet. Nézd meg a mintát. Itt van. Azért több szintű a felsorolás, mert ezek a felsorolás jelek az első szinten vannak, a fontosabb, az első legfontosabb elemeit tartalmazzák a felsorolásnak, a bemeneti eszközök pedig tovább vannak bontva, ezek a második szinten lévő felsorolások. Több szintű a felsorolás. Tehát nézzük meg, hogyan kell ilyet csinálni. Kijelöltük az egészet, és azt mondjuk, hogy itt vannak a felsorolások. Felsorolás, számozott felsorolás és többszintű felsorolás. Ha lenyitjuk a csoportképzőt, akkor látjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nekünk olyan kell, ahol a szimbólumokat tartalmazza. Voilà.
Itt van a többszintű felsorolásunk, de sem a szimbólum nem egyezik meg, sem a szintek. Na tehát. Első szint, első szint, első szint. Ők viszont a második szinten vannak, a kimeneti eszközök. A második szintre úgy tudom leküldeni ezeket a felsorolásokat, hogy itt a behúzás növelésével második szintre küldöm. Nem érdekel most a felsorolás jel, egyelőre azt akarom, hogy minden a megfelelő szintre kerüljön. A kimeneti eszközök közül az ötszörös LED matrix, a hangszóró szerepel a második szinten. Őt is a második szintre küldöm. A ki- és bemeneti eszközök közül a háttértároló, a Bluetooth kerül a második szintre. És a tápellátást is kommunikáció egyéb perifériákkal, a mikro USB csatlakozó, a furatokkal ellátott csatlakozási pont és az élcsatlakozó kerül a második szintre. Most már a szintek megvannak, jöhet a formázás. Először is meg kéne változtatnunk a felsorolási jeleket az első szinten. Jelöljük ki az első szinteket. Nézd meg, hol kattintottam megint. Bal egér gombbal nyomva tartom, és húzom lefelé itt, a markó. Ha kísérletezni akarok, akkor most lenyomom a shift billentyűt, bocsánat, a kontrollt, és megpróbálok itt egyet kattintani. És voilà, kijelöltem ezt a bekezdést, illetve ezt a sort is. Ha továbbra is nyomva tartom a kontroll billentyűt, és a megfelelő sorban kattintok, akkor minden felsorolásom az első szinten ki lesz jelölve. Itt látszik is, hogy ez sima felsorolásként értelmezi ilyenkor, tehát ki tudom választani az elvárt felsorolás lista jelet. Itt van. Ha nincs meg ez a jel, akkor a lista jel megadásával tudod ezt a dolgot orvosolni. Most nekem megvan, tehát én csak ide kattintok. A második szinten ugyanezt csinálom. Megfogom, kijelölöm bal egér gomb nyomba tartásával ezeket, majd ezek után a kontroll billentyűmel nyomba tartása mellett kijelölöm ezt, ezt és ezt a második szintet. Az elsőnél tehát nem volt nyomva a kontroll, utána viszont végig nyomba tartottam. Lista szintet, vagy jelet módosítok, ha nincs meg a pötty, új lista jel megadása, és keresünk egy szimbólumot, megfelelő szimbólumot. Itt vannak a szimbólumok. Itt van a pötty például. Voilà, kis pötty, nagy pötty, kerek pötty, amelyik szimpatikus. A Windings az általánosan használt karaktertábla. Oké. És oké. Okay. Nagyon sokat dolgoztunk, Ctrl-S. Nagyjából úgy nézünk ki, kivéve az, hogy még egy-két dolgot el kell intéznünk. A szintek beállít, állítsam be a mintán látható szimbólumokat. Ezt megtettük. Az első szinten a betű stílus legyen félkövér és dőlt. Tehát újra. Bal egér gomb nyomva tartása mellett kijelölöm, és most nézzük meg a formátum másolót. Azt mondom, hogy félkövér, dőlt. Ők megkapták ezt a formátumot, most duplán kattintok a formátum másolóra, és neki kell még. Vele egy sorban kattintok. Vele egy sorban kattintok. Kattintok. Voilà, megkapta ugyanezeket a formázásokat. Így is másolhatom a formátumot, nem kell a kontroll billentyű kijelölésével küzdenem. A felsorolás szintjei után állítson be látható 6 pontos térközt. Az a nagy helyzet, hogyha most egyszerűen csak beállítom a térközt, ugye már tudj, hoppá-hoppá, Ctrl-Z, a Ctrl-Z mindig mindenre válasz, ha valamit elrontottál. Nem tudod, mi történt? Nyomd meg a Ctrl-Z billentyű kombinációt. Ctrl, nyomva, hozzá a Z. Az történt, hogy a formátum másolóból nem léptem ki. Ahhoz, hogy kilépj a formátum másolóból, nyomnod kell egy escape-et. Na most jön az,
hogy itt van kijelölve az egész. Úgy, ahogy van. És a bekezdés panelen tudunk térközt állítani. Ha azt állítom be, hogy utána 6 pont térköz, és lenyomom az OK gombot, nem változik semmi. Azért nem változott semmit, mert itt ez be van pipálva, hogy az azonos stílusú bekezdések között ne legyen látható. Tehát kiveszem ezt a pipát, és OK. És már is látható a 6 pont térköz, jobban tagolt, jobban olvasható a szöveg. Illessze be a megadott képet az alábbiak szerint. Hova is kell beillesztenem? Ops, ide. Méghozzá ezzel a bekezdéssel egy vonalba. Ilyenkor azt ajánlom, egyébként teljesen mindegy, hogy állj be abba a bekezdésbe, ahova a képet beszúrni szeretnéd. Általában inkább a legelejére, ne a végére. Mit van itt? Mi ez a fej lesz? Hoppá. Ja. Helyes írás ellenőrzésről még nem beszéltünk. Tehát, itt van a kóza. Beszúrás, képek, ez az eszköz, és ugye a dokumentumok DigitKult könyvtárában, itt van a letöltött mikrobit PNG. Beszúrás. Nem érdekes, hogy szétszórta nekünk az egész képet. Nem érdekes, hogy mindent elszúrt. Ugyanis a képnek a beállításaival ezt orvosolni tudjuk. Nézzük, mit kér tőlünk beállítás címszó alatt. A mintának megfelelően a képet méretezze 5 cm szélességűre, és igazítsa vízszintesen a jobb oldali margóhoz, és 0 cm-re a bekezdés tetejétől. Tehát, először is nem mondta, hogy milyen legyen a magassága. Ilyenkor a képet alapértelmezetten méret arányosan méretezzük. Hogyan jutunk hozzá ahhoz a panelhez, ahol méretezni tudunk. Hát alapjában mivel nem is kell hozzájutnunk, mert itt van a képformátum, és itt van a magasság és a szélesség. Tehát, ha ezt a 17 cm-t átírom 5 cm-re és ütök egy Enter, akkor a szélessége már is 5 cm lesz. Azonban a szöveg körbefuttatása nem a megfelelő. Nekünk egy úgynevezett négyzetes körbefuttatás kell, mert el kéne, hogy tolja magától a szöveget. Már egészen jó helyen vagyunk, csak még a bal oldalon. Fogjuk meg a képet, és egyszerűen húzzuk át a másik oldalra. Nézd csak, van ott egy zöld vonal, amelyik ha a bekezdéssel és a horgonnyal egy vonalban húzod, akkor az a zöld vonal jól látható, és a jobb oldalon pedig megjelenik egy másik zöld vonal, ha elérted a margót. Képet soha ne húz a jobb oldalon kívül, a jobb oldali margón kívülre. Tehát, itt van, és elméletileg jó helyen is van. De mivel én azt kértem, hogy igazítsd, nem azt mondtam, hogy helyezd, ezért a pontos beállításait fogom csak elfogadni. Ezt azonban még, ezt a kis horgonyt, ezt fontos, hogy megbeszéljük. Ez a horgony azt jelzi, hogy ez a kép, ez ehhez a bekezdéshez tartozik, ezzel mozog együtt. Tehát, nézd csak! Ha bekezdésben vagyok, nem látszik a horgony. Ha kijelölöm, akkor látszik a horgony. Hogyha például itt ütök egy Entert, akkor a kép együtt mozog a bekezdéssel. Vele van összekötve. Na nézzük, milyenek is a beállításai. Jobb egérgomb és méret és pozíció menüpontot válasszuk. Ebben az esetben azt látjuk, hogy 5 cm széles, az elhelyezése azonban még nem feltétlenül az, ami nekünk kell. Az igazítása jobbra zárt a jobb margóhoz, ez tökéletes. Viszont az abszolút helyzete az 0,01 cm a bekezdéshez képest. Mondanám, hogy ezt már elfogadom. Mert 1 századot tévedni nem egy olyan. De ha átjavítod 0 cm-re és leokézod, akkor teljesen tökéletes lesz a megoldásod. Ctrl-S, hiszen el kell mentenünk ezt a... Nézzünk rá ezt a dokumentumot. Nyomtatás. File menü, nyomtatás. Így néz ki. Nézd meg a mintát. Hasonlítsd össze. Ha teljesen rendben van, akkor gyakorlatilag készen vagy a feladattal. Nézzük meg azért a leírást, hogy kell-e még valamit csinálnunk. Gyakorlatilag nem. Tehát elmentettük, megvan. Figyelj ide,
azért csináltattam veled ezt a feladatot, mert hogy szöveget is kell szerkesztened, ezt is meg kell tanulnunk. Ugyanakkor az összes feladatunk arról szólt, hogy milyen hardware elemei vannak ennek a lapkának. Ide az összeset felsoroltam. Méghozzá tagoltam. A feladatod végén, amikor készen vagy, és elmentetted, bezártad ezt a dokumentumot, akkor gyakorlatilag visszamehetünk ide a feladathoz, és az volt a kérése, hogy az elkészült Word dokumentumot töltsd fel a Moodle-ra. Leadott munka hozzáadása, és vagy ide kattintasz, hogy hozzáadás, és betallózod állomány feltöltése címszó alatt, fájl kiválasztása és állomány feltöltése, vagy ha elég ügyes vagy, akkor fogod az intézőt, itt a mikrobit dokod, amit fel kell tölteni, megfogod balegér gombbal, ráhúzod az ikonjára a Chrome-nak, ekkor megjelenik a Chrome, ide dobja a feltöltendő állományokat területre. Elengeded, és feltöltődik. A módosítások mentésére kell kattintanod, és feltöltötted a dokumentumot. Látod is, hogy milyen dokumentumot töltöttél fel. Oké? Ezzel vagy kész a feladattal. Ha le akarod törölni a munkát, mert újat akarsz, leadott munka törlése, vagy leadott munkám szerkesztése, ebben az esetben újabb dokumentumot tölthetsz fel, ha engedi a Moodle, illetve ott is le tudod törölni a dokumentumot, és másikat feltölteni a helyére. No tehát, így néz ki egy feladat, és annak a megoldása. Köszönöm a figyelmet, jó munkát!